Ebben a videóban a Photoshop AI-ról lesz szó, eleinte azt terveztem, hogy bemutatom, hogy én munkaszinten mire használom, viszont azóta történt kettő dolog, az egyik, az Adobe le akar minket húzni, újfent, pénzekkel, bizony, nem egy új dolog ez. Másik újdonság pedig, hogy kijött az új 2024-es Photoshop, és elmondom róla a véleményem, úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt, vágjunk bele. Nos, hát be is töltöttem itt nektek egy képet, ezen fogom prezentálni az első dolgot, illetve elmondom, hogy én munkaszinten mire szoktam használni a Photoshop AI-t. Volt már korábban egy videóm, amiben tesztelgettem az egész funkciót, ezt az AI kitöltő és generáló dolgot. Nyilván a generálás az nem minden esetben működik, de majd lehet mutatok erre is példát, hogy szokott ez működni, és munkaszinten mire lehet használni. Viszont az eltüntető része az nagyon jó. Szóval prezentálom is, itt van megnyitva nekünk. Szeretném minden a medence mellől ezt a hölgyet eltüntetni, szépen ki is jelöljük, rámegyünk a generálásra, és most még ingyen meg tudjuk ezt tenni, viszont az Adobe bevezette, hogy azt hiszem november 1-től lesz fizetős, hogyha rányomsz erre a gombra, akkor egy generálás elvileg egy kreditbe fog kerülni, és kapsz mindegyik csomaghoz bizonyos kredit mennyiséget, hogy mennyit, azt itt írja, ugye itt látjátok, hogy minden egy kreditbe fog kerülni, és Creative Cloud előfizetés, szóval, hogyha neked van mondjuk egyetlen egy Lightroom előfizetésed, akkor 100 darab kreditet fogsz kapni, ha Creative Cloud összesed van, akkor 1000-et, én is 1000-et fogok kapni, hogyha még megtartom az előfizetést, hogyha pedig fotós csomagod van, azt hol írja? Itt van Photography Plan, hogyha november 1 előtt fizetsz elő, akkor 250-et kap, hogyha november 1 után, akkor pedig 100-at. Érdekes lesz ez az egész, illetve külön az Adobe Firefly-ra is elő tudsz fizetni, itt kapsz 100 darab kreditet, és 5,85 euró per hó lesz, illetve most még úgy működik majd ez az egész rendszer, hogy amikor lejárnak a kreditjeid, akkor igazából csak lassabb lesz, majd meglátjuk, hogy ez hosszú távon hogy lesz betartva. Szóval ja, kaptunk itt egy tök jó eredményt, kicsit púpos ez a medence, de mindjárt ezen állítunk. Hát, ez meg is született. Mondjuk, igen, a harmadik lett a legjobb. És most nézzük meg a Photoshop következő verzióját. Itt már láthatjátok is nálam, hogy 3 darab Photoshopon van. Nos, hát ennek megvan az oka, ugye az újban rengeteg minden elcsesződött, és vissza kellett raknom a régit, illetve a bétát is felhagytam, mindjárt mutatom, hogy miért. Nem tudom, hogy most ez generálni fogja-e azt, amit én szeretnék mutatni, amíg nem ment a felvétel, addig tökéletesen prezentálta a dolgot. Mindjárt kiderül, hogy a videó kedvéért megcsinálja újra. Kicsit érezhetően lassabb egyébként, és megcsinálta, igen, megcsinálta újra. Ugye mi működik, hogyha nem írsz be ide semmilyen parancsot, akkor tulajdonképpen eltünteti az adott dolgot. Viszont az új verzió, ez ugye a 2024-es Photoshop, az előző pedig a beta verzió volt, és tudjátok, hogy a beta verziók nem mindig működnek jól. Most viszont ő ide generált nekem egy ilyen kis zoomot, illetve ide is még egy zoomot, és a harmadik verzióba pedig egy ilyen napfény tükröződést, gondolom abból számolta ki, de akkor is látjátok, hogy egy ilyen egyszerű feladat. Tényleg csak el kell tüntetni valamit a képről. Ilyen egyszerű, és mégis a beta verziónak sikerült, a normál verziónak pedig nem sikerült. Miért van az? Magyarázza meg nekem ezt valaki, hogy sokkal butább mindig a Photoshop adott verziója, mint maga a beta. Szóval ez van az AI-nál, ez van a kitöltő eszközöknél, ez van a smart kijelöléseknél, mindegyik, amikor kijön, sokkal butább lesz. Szóval ezt nem értem, hogy ez miért van, nem, egyszerűen nem tudom felfogni, úgyhogy fent hagytam a bétát is, hogy azzal tudok generálgatni normálisan. Látjátok, hogy itt elsőre sikerült neki eltüntetni, hihetetlen, itt pedig ez már a jó verzió, ez már az a verzió, amiért te fizetsz. Mondjuk a bétáért is fizetsz, de akkor is hihetetlen számomra, hogy a bétában még működött, most meg elcseszték az egészet. Szóval miért csinálják ezt? Ha valaki tudja erre a választ, akkor mondja. Na, még azért innen is eltüntetünk valamit, meglátjuk, hogy ezt hogy fogja megugrani. Ez egyébként egy mobilos kép, szóval, hogy még csak arra se lehet fogni a mostani szórakozását, hogy túl sok pixelből állna, mert ez egy elég gyérkép. Hát igen, itt azért a házat... Ez mi itt? Igen, menjünk tovább.
ez már egy fokkal jobb, és ez úgy egész vállalható. Na nézzük meg, hogy a béta mit tud tenni ilyen esetben. Próbálom egyébként ugyanúgy kijelölni, úgy nagyjából, remélhetőleg fog is sikerülni. Tüntesd el őt innen, és mutasd az eredményt. És mintha gyorsabb is lenne egyébként. Jó, kettes eredmény egész jó, hármas is. Itt talán a kettes. De egyébként ez érdekes, hogy most fizetős lesz. Itt egyik találat sem, vagy egyik generált cucc sem olyan szép. Akkor most, ha rányomok újra generálásra, akkor megint egy kredit. Szóval érdekes ezért pénzt kérni, amilyen nagyjából zsákba macska, hogy most az AI megérti-e, vagy legenerálja-e, ahogy neked tetszik. Hát, egyikkel se vagyok olyan elégedett. Igazság szerint talán... Hát nem tudom. Talán ez a hármas. Jó, ezt lehet megugrotta jobban a másik. Szóval érdekes. Na nézzünk egy kitöltést. Mondjuk itt fel. Itt pedig le. Így, hát nagyjából mondjuk. Nagyjából csináljuk meg így. Nézzük meg, hogy mit tud ez. Ugye most már beépült ebbe a méretező eszközbe is az AI, úgyhogy így is lehet használni egyszerűen és nagyszerűen. És, ja, meg is született itt az eredmény. Elég érdekes. Talán az ég a harmadikba jó, a medence a másodikba, vagy inkább az elsőbe, de itt meg az ég az nagyon furcsa, szóval ezt nem sikerült neki lekövetni. Szóval, ja, erre az egy dologra szoktam használni, hogy eltüntessek dolgokat, erre tökéletes. Mióta van AI, azóta nem is használok más, így az eltüntetésekre, és még ugye ez a kép kiegészítés szokott bejönni. Ugye most nyilván nehezebb dolga van, de én akkor szoktam használni, mondjuk, amikor van egy kép, és nem teljesen vízszintes, és vízszintbe rakod, és akkor automatikusan ugye a széleit így kiegészíti az AI. Na nézzük, hogy itt mit tudunk csinálni ugyanezzel a fajta módszerrel. Kicsit kihúzom, itt is kihúzom, és itt is nyomunk egy Entert. Itt se írunk be semmit, mert szeretnénk, ha kitalálná a program, hogy Mizu. Megemberelte magát, úgy látszik ez a 24-es Photoshop, ugyanis itt az ég egész jó. Egész jó. A medence is egész jó, mintha lehallgatna minket. Hát a második az nem. A harmadik. Na, itt viszont volt egy első jó találat, szóval ezért mondom, hogy ez egy zsákba macska, úgyhogy nem tudhatod, hogy most működni fog-e. Szóval tök érdekes. Úgyhogy, ja, nagyjából szerintem mindent elmondtam, amit szerettem volna. Mindenképpen írjátok meg, hogy ti mit gondoltok arról, hogy fizetős lett ugye most ez a Photoshop AI. Ti fogjátok-e használni, előfizettek-e? Egyébként most már így a neten is lehet használni elvileg, szóval vázlatból kép, újra színezés, 3D-s kép, ez még felfedezés alatt. Mi az, hogy felfedezés alatt? Hello! Na majd ezeket is kipróbáljuk, hogyha már nem felfedezés alatt lesznek. Közben egyébként a videó felvétele után még szórakoztam ezzel a képpel, és megcsináltam a normál verzióját. Hát jó pár kreditbe került volna, hogyha már most fizetős lett volna. Ugyanis jobb oldalt is, bal oldalt is a pálmák elég macerásak voltak, illetve maga a medence, az égbolt és különböző emberek eltüntetése a háttérből. Szóval, ja, végső soron egy ilyen kép sok-sok kreditet fog felemészteni, mire az AI-jal megtalálod a tökéletes dolgokat. Köszi szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is. Ciao.